Állati percek az Országos Állatvédelmi Alapítvány jóvoltából. Korábban már volt szó itt az állati percekben is az ivartalanítás fontosságáról, és ez itt tavasszal még jobban felértékelődik, hiszen egyre több kismacska születik majd a következő hetekben, hónapokban. De miért fontos az ivartalanítás? Elsősorban a fölös szaporulatoknak a megakadályozása miatt fontos az ivartalanítás. Nagyon sok utcai cica született már, nagyon sok állatvédő szervezet a tavasz beálltával küzd az újszülött cicákkal, és itt azt is meg kell említenem, hogy természetesen a kóbor kutyák is problémát okoznak, de leginkább az állatvédő szervezeteket a kóbor cicák terhelik meg, hiszen sokkal több macska él az utcán, mint kutya, ezt ugye mindnyájan látjuk, sokkal több kóbor macskába ütközünk bele az utcákon, akár városon belül vagy peremrészeken is, tehát nagyon fontos az, hogy elsősorban a fölös szaporulat megakadályozása, a kóbor állatállomány csökkentése, de meg kell azt is említenem, hogy az egészségük védelme érdekében is ajánlatos őket ivartalanítani. Ezt fejtsük ki egy kicsit bővebben, hogy óvja az ivartalanítás az ő egészségüket. Nőstény macskák, szukakutyák esetében az emlődaganatot ki tudjuk ezzel akár kerülni, csökkenteni tudjuk ennek a kockázatát. Kandúrok esetében pedig el kell, hogy mondjuk sokkal kiegyensúlyozottabbak lesznek akár a macskák, akár a kutyák. Sokkal könnyebben tudnak akár figyelni, koncentrálni, könnyebben tudjuk őket tanítani. Tehát az együttélés harmonikusabb lesz velük, hogyha ivartalanítva vannak. És természetesen az is hozzátartozik, hogy az életüket is ezzel meghosszabbítjuk egy pár évvel, tehát ugye az egészségük védelmével egyúttal tovább is élhetnek velünk kedvenceink. Visszatérve a kóbormacskákra és a macska szaporulatra, mennyivel több bejelentés érkezik ilyenkor az állatvédelmi szervezetekhez? Hát háromszor annyi, legalább azt el kell, hogy mondjam, tehát akárhogyha felmegyünk a közösség oldalakra, már ott láthatjuk azt, hogy a szervezetek kérik a segítséget, idéglenes befogadókat toboroznak, hiszen egy-egy nőstény macska 4-5 kölyköt is lefial, tehát ugye ezeknek az ellátása az ugye nem egyszerű, és főleg abban az esetben nem, hogyha mondjuk a mama macska valami miatt eltűnik, nincs meg, nem találják meg az állatvédők, és ott vannak a pici cicák, tehát azok pedig ugye 24 órás foglalkozást igényelnek, tehát nagyon nehéz egy pici újszülött cicát felnevelni, tehát nagyon leterheltek így tavasszal is az állatvédők. Mikor érdemes ivartalanítatni kedvencünket? Macskák esetében Magyarországon már 5-6 hónapos kortól szokták ivartalanítani. Amerikában már például 3 hónapos kortól ivartalanítják a cicákat, de ez itt Magyarországon még nem terjedt el. És ugye kutyák esetében is az ivarérés előtt már lehet ivartalanítatni őket. Tehát tévhit az, hogy meg kell várnunk azt, hogy ivaréretté váljon az állat, tehát ivarérés előtt nyugodtan már felkereshetjük az állatorvosunkat, kérhetünk időpontot és ivartalaníttathatjuk kedvencünket. Ha mondjuk felnőtt kutyánk vagy macskánk van, őt is megéri ivartalanítatni? Természetesen sokan megkérdezik tőlünk is azt, hogy egy idős cicát fogadott örökbe, és hogy javasoljuk az ivartalanítást. Nincs korhoz kötve, tehát egy idős cicát, kutyát is lehet ivartalanítani, hogyha az egészségi állapota megengedi, ugye ezt az állatorvos előzetesen úgyis meg fogja vizsgálni, meg fogja nézni az állatot, hogyha az egészségi állapota engedi, akkor minden további nélkül javasoljuk az ivartalanítást. Sokan azt mondják most, hallva ezt az interjút is például, hogy jó, de nagyon sokba kerül az ivartalanítás. Ezzel kapcsolatban mi az állatvédők álláspontja? Nagyon sokba kerül az ivartalanítás, és ez is tulajdonképpen részét képezi annak, hogy sokan nem tudják ezt finanszírozni, és ezért nincs sok állat ivartalanítva. Ez mind az állattartók, mind pedig az állatvédő szervezetek, állatotthonok, menhelyek számára is nehézséget okoz, hiszen egy nagyobb testű kutyának az ivartalanítása akár belekerülhet 70-80 ezer forintba, még egy nőstény cicának az ivartalanítása szintén 30 ezer forint környékén mozoghat. Ez ugye városonként és állatorvosonként
eltérhet, de itt tavasz környékén több állatorvosi rendelőben olvashatjuk azt, hogy ivartanítási akciók vannak, illetve az állatvédő szervezetek segítségét is kérhetjük esetleg abban, hogyha egy nehéz helyzetben lévő állatbarát nem tudja mondjuk megfinanszírozni az ivartanítás költségének a 100%-át. Abban az esetben én azt tudom javasolni, hogy mindenképp forduljunk akár az állatorvoshoz, akár az állatvédőkhöz, de valamiképpen próbáljuk megoldani, hiszen tényleg nagyon fontos az ivartalanítás, és bár tudjuk, hogy sok embernek már a fülén jön ki ez, hogy az állatvédők az ivartalanítást folyamatosan hangoztatják, és száll akár a közösségi oldalakon is ez az ige, de nem elég elmondanunk, hiszen mi tudjuk azt pontosan, hogy milyen esetekkel találkozunk, és nem kívánjuk ezt senkinek, és tényleg nagyon fontos azt, hogy azokat az állatokat, akiket nem tenyészetre szánjuk, nem fajtatiszta törzskönyvesek, azokat mindenképp ivartalanítassuk. Ezek voltak az Állati Percek. Készítette az Országos Állatvédelmi Alapítvány. www.országosállatvédő.hu